Még szeptemberben jött Özöke egy előadást tartani ennek a projekt kapcsán a Dögbe, és már ott akkor nagyon megtetszett a projektnek a téma is, hogy miért is valósul meg. Szerintem főleg az utóbbi pár napban aktivizálta az iskola közösségét, és tényleg akárhova megyek, azt hallottam, hogy erről beszélgetnek, és hogy elkezdtek ötletelni azzal kapcsolatban, hogy tényleg hogyan lehetne még jobb az iskola közössége. Nekem pedig egy nagyon jó tapasztalatszerzés volt, és hogy láthattam, hogy az ilyen civil szervezetek hogyan működnek, hogyan segítenek, akár máshol, akár az iskolákban. Azért vagyunk most itt, mert egy pilot projektünk fut több mint fél éve egy gimnáziumban Debrecenben, ami a számunkra egy nagyon nagy szívügy, hiszen először Magyarországon valósul meg, és itt Debrecenben egy részvételi költségvetési folyamat egy iskola keretein belül. Ez azért izgalmas, mert a részvételi költségvetés már Magyarországon megjelent pár éve, és néhány önkormányzat gyakorolja is nagyon ügyesen, viszont iskolában még nem volt ilyesmire példa. Tulajdonképpen ez a folyamat tavaly kezdődhetett el, amikor is a K-monitorral közösen pályáztunk az amerikai nagykövetséghez ezzel a pályázattal, meg is nyertük, és az ő támogatásukkal el tudtuk indítani a módszer gyakorlását. Ez egy pilot projekt, szóval nekünk is új, mi is először próbáljuk ki, nagyon sok nehézség és izgalmas rész van benne. A folyamatnak a következő lépései voltak, először is össze kellett hoznunk az operatív csoportot, ami a legtöbb esetben diákokból és tanárokból épül fel. Néha előfordul, hogy szülők is csatlakoznak, a mi esetünkben szülők nem csatlakoztak, leginkább diákok. Az operatív csoport ezután tulajdonképpen megalkotta a kereteit a folyamatnak, vagyis ki megfogalmaztuk azt, hogy milyen kiírás mentén adhatnak be ötleteket a diákok. Ezt követte az ötletgyűjtés szakasza, amikor is a diákok ledobhatták egy ilyen ötletgyűjtő dobozba egy kérdőíven keresztül az ötleteiket. Ezt próbáltuk minél több fronton kampányolni, kértük az osztályfőnököket, tanárokat, hogy beszéljenek erről a diákoknak. A Dök is részt vett ennek a folyamatában, és beszélt az osztályukban arról, hogy miért fontos ez, és különböző plakátokon, szórólapokon is népszerűsítettük ezt az ötletgyűjtős szakaszt. Az ötletgyűjtés szakaszát követte a tulajdonképpen az ötletek rendszerezése és az ötletadókkal való találkozás szakasza, amikor is próbáltuk velük véglegesíteni az ötleteiket, kicsit formálni, hogy minél inkább beilleszkedjen a suli működésébe. Ehhez kellett nyilván az igazgató jóváhagyása, illetve az ő hozzászólásai is, és ezt követően pedig az ötletadókkal konkrét projektterveket hoztunk össze. Ezt követően jött a kampányidőszak, ami két hétig tartott. A kampányidőszakban az ötletadók plakátokat helyeztek ki és készítettek. Volt, aki szórólapozott is az ötletéről, volt, aki az osztályában előadta, akár más osztályokban is az ötletét, és a tanárokat is buzdítottuk arra, hogy adjanak teret a diákoknak az ötleteik bemutatására. A kampányidőszak után pedig a szavazás következett, ami pedig 3 napig zajlott az iskolában. A 3 nap során tulajdonképpen azonosítva magukat a diákok részt vehetnek a szavazásban, és a 10 ötletből 2-re szavazhattak. A szavazást követi a megvalósítás, amikor a nyertes ötletek pedig tulajdonképpen létrejönnek és explicite megjelennek az iskola falain belül. És az a célunk, hogy ne csak ebben az iskolában, hanem esetleg más intézményekben is lehessen részvételi költségvetést csinálni a diákokkal. Említette a kolléganő, 10 ötlet került a szavazólapra, tehát 10 ötlet sorsáról dönthetnek az iskolában lévő diákok. Ezek az ötletek igazából nagyon kreatívak, több közösséget, több csoportot érintenek. Van, ami mondjuk az egész iskola lányközösségét érinti, ilyen például a Sanitary Box, ahol a lányokat szerették volna, hogyha minden női mosdó
jobban higiéniás és tisztálkodási termékeket helyezünk el. Ilyen például egy új mikro, ami azokat érinti javarészt, akik otthonról hozzák az ebédüket, és nincsen idejük megmelegíteni és elfogyasztani nagy szünetben az ebédet. Vagy ilyen lehet például egy olyan ötlet, például a Game of Balls, ami szintén egy új csocsóasztal ötletére épül, és itt igazából a diákok azt szerették volna, hogyha évközben rendszeresen tudnak iskola utáni csocsóbajnokságot rendezni, aminek a nyertese pedig felelésmentest fog kapni az igazgatótól, illetve néhány tanár. Az említett ötleteken kívül több olyan ötlet is érkezett, ami igazából az egész iskola közösségét tudja szolgálni, ilyen például az, hogy többen szerettek volna az aulai padokra párnát. Azért jó ez a projekt, mivel nincsen sok anyagi támogatás az iskolának, főleg a diákok felé. Olyan lehetőségeket nyitottak felénk, amivel szebbé tehetik a középiskolai éveinket. Úgy kapcsolódunk a projekthez, hogy két ötletet is bedobtunk az ötletládába. Az egyik a portalak, a másik pedig a táncosokért. Mindkét projektet végig tudtuk vinni, plakátot is készítettünk, illetve promó videókat is. És még a Portás bácsi is becsatlakozott hozzánk a portalakhoz, és együtt csináltunk egy videót. A portalak azért hoztuk létre, mert sok embernek nehézség az, hogy például hova rakja a kajáját, vagy hogyha esetleg nem hoz villát, vagy kanalakat, és akkor azt találtuk, hogy a portát egy kicsit berendeznénk, és akkor feldobnánk hűtővel, egy vízforralóval, mert a vízforralóval annyi mindent lehetne csinálni, tehát főzni, leves, például a kolisoknak ez nagyon nagy segítség, illetve evőeszközöket is biztosítunk, és ez a portalak, ez a mi kis projektünk. A táncosokért azért találtuk ki, hogy amikor mondjuk szüneteink vannak, nagyon jól esne kicsit ledőlni valahova, és nem a hideg földön kéne ebédelnünk, ezért kitaláltuk, hogy babzsákokat kéne valahova elhelyezni az épületbe, és ott tudnánk pihenni közösen, vagy éppen nagyon egyszínűek a falaink, és szeretnénk színekkel feldobni, ezért festéket szeretnénk a pénzből kapni. Nekem nagyon tetszik ez az ötlet, mert egy új dolgot hoztak be Ágék a mi sulinkban, és egy nagyon ötletgazdáv az egész program, nagyon színvonalas, én úgy gondolom. Ki lehet használni azt a dolgokat, amit sajnos az anyagiak miatt nem tudjuk megengedni, de most próbálkozunk mindent, amit csak lehet az anyagiak kereten belül. Hát igazából az urnákat láttuk, hogy ki vannak helyezve, oda láttuk, hogy lehet ötleteket bedobálni, és hát gondoltuk egy matek óra után, amikor már jó fáradtak voltunk, hogy egy pihi szoba egészen fantasztikus lenne a következő lyukas órában. Itt az alaksorban az igazgató azt mondta, hogy ezt ki lehet alakítani ilyen pihenő helyé, és egy ilyen pinceklubot, olyasmit szeretnénk létrehozni itt. Mostanában elég sok lett a lyukas óra a diákoknak a mi meglátásaink alapján, és esetleg amikor ott nincsen jelenleg teendője a kedves diákoknak, akkor oda be lehet menni, ott el lehet ütni az időt. Alapvetően szerintem amúgy ez egy jó dolog, hogy ilyen pályázatokat lehet rendezni, meg hogy részt venni benne, mert ez nekünk is ugye új dolog, és akkor kipróbáljuk magunkat egy ilyenben. Megtanul itt az ember költségvetést írni, akár szólólapokat csinálni. És a kampányidőszak is azért elég. Elég izgalmas, hogy így szórólapokat megyünk és osztogatjuk, meg tényleg így mindenkinek mondtuk, hogy van egy ilyen ötletünk, és kérdeztük a véleményüket, kérdeztük, hogy mivel lehetne jobbá tenni, és így ez alapján próbáljuk építeni ezt a pihi szoba ötletet. Az intézményünk deklaráltan partnerközpont és demokratikus intézmény, aminek kiemelt célja az, hogy felkészítse a diákokat egy olyan önálló életre a társadalomban, amin egy divergens gondolkodáson, szemléleten alapul, mérlegeli a lehetséges alternatívákat, és képes ezek között egy diszkusziót követően olyan döntést hozni, amivel az aktuális problémákat megoldja, előremutat. Ugyanakkor személyesen is erősen hiszek a szocializáció, a szociális tanulás lehetőségében, nevelőelvében, és a diákok is ebben a gondolkodásban vannak, mert a személyes beszélgetéseink során elmondják diák önkormányzati gyűléseken, egyéb alkalmakkor, hogy
szeretnének tevékenyen, hasznosan részt venni a társadalmi életben, az iskola keretei között is, és azon kívül is. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy ez egy lehetőség arra, hogy most még egy támogatott segítő formában, egyfajta ilyen inkubációs eljárásban kipróbálják ezt úgy, hogy közben valódi kockázat is van, de valódi lehetőség is van. Nagyon örültem annak, hogy ilyen nagy számötlet volt, és annak is, hogy tulajdonképpen az iskolai élet egészét lefették a környezeti szemlélettől, a fenntartható fejlődésen keresztül, a szociális érzékenységig minden területet felölelt. Láthatóan úgy, hogy ezek nagyobb csoportok vágyait, érdekeit tartották szem előtt és fogalmazták meg. Kiválasztott projektek megvalósulnak majd a pályázati költségvetésből, ami pedig azon kívül maradt, az mind olyan, amit én szeretnék támogatni intézményi költségvetésből vagy valamilyen másik pályázatból. Az én személyes attitűdömet azt határozza meg, hogy a diákjainkra büszke vagyok, de ez a büszkeség nem egy üres büszkeség, hanem az ők cselekedeteik határozzák ezt meg. Jó érzés látni, megtapasztalni menet közben, direktbe és indirektbe is, hogy ez egy működő dolog, és hogy a diákok olyan értéket képviselnek, ami méltó a tiszteletre.